Sziasztok! Mivel nyakunkon van a halloweeni esemény kivonulása a játékból, ezért ennek örömére beváltogatom a zsetonokat, mert nagyon el vagyok vele maradva. Nagyjából úgy próbáltam nézegetni, mi is az, amire nekem szükségem van, mondjuk egy szintléptetésre, így kezdetnek. A 459 zsetont gyűjtöttem össze, de a mai napi feladatokat még nem csináltam meg, tehát az még vissza van, de igazából úgy vagyok vele, hogy ami most a csövön kifér, azt kiszedegetem, és akkor meglátjuk. Nem mindegyik cucc fog nekem kelleni, sőt, hogy őszinte legyek, igazából nagyjából én 430 zsetonra lesz szükség, amiből ki tudom váltogatni a cuccaimat, aztán, hogyha megbukik az elméletem, akkor hát így jártam. De nézzük, elkezdem kiváltogatni itt a felszereléseket. Igazából, ami a lovat illeti, mindent ki fogok váltani. De viszont vannak itt olyan tartozékok, amikre nem igazán tartok igényt, ilyen például a cipő, meg a felső, mert ez annyira nem tetszik. A rövidnadrágot még meglátom, meg amúgy ez a fülbevaló is egyébként tök dögös, csak nem az én stílusom. Meg hát azért maszkkal ugye nem tudom felhúzni egyszer a kettőt, de nem is baj szerintem. Azt nézem, hogy nem is lesz egyébként elég helyem. Nem baj, amit lehet, azt kiváltogatom, és akkor majd folytatjuk, hogyha már teljesen megteltem. Különben a kesztyűk meg az ilyen cuccok szerintem tök jók, tehát szépen ki lehet szedegetni. Na, még mindig van 160 zsetonom, de most egyszer ezt bepakolom. Most próbálom még mindig rendezgetni a szekrényemet, sajnálatos módon nem sok sikerrel, mert még így is van egy csomó a... hát look, amint látjátok. De hát ez jutott. Megpróbálok valami rendszert kitalálni, mert az a baj, hogy tudom, hogy megvannak a cuccaim, nem tudom, hogy ti jártatok-e már így, mert én sajnálatos módon igen. Hiába vannak itt a holmiaim, és tudom, hogy itt vannak, egyszerűen nem találom. Ez a szekrényrendezgetésnek az egyik átka, hogy sajnálatos módon hiába van meg egy csomó cuccom, valamiért nem. Smaragd. Ja, fordítva. Hát valamiért nem kerülnek elő, ami engem igazából azért aggaszt, mert így nem tudok elpakolni sem. Itt azért már, ha jól látom, akkor alakulnak ezek a cuccok. Mert most már rájöttem, hogy sokkal egyszerűbb így kipakolgatnom. Azt mondja, hogy ez a Goat Akadémia cucc. Gyerektáska nem is volt, na megint hülye vagyok. Na mindegy. Na sokkal egyszerűbb így, hogy már elhatároztam, tehát megszületett az elhatározás a részemről, hogy így szettekbe pakolgatom el, mert arra jöttem rá, hogy ez egy sokkal jobb és kedvezőbb megoldás. Főleg most, hogy rájöttem, hogy rosszul csináltam, mert egy sorra lejjebb akarom ezt pakolni. Oké, na, folytassuk. Egyébként mindjárt meg vagyunk vele. Azt mondja, hogy itt hagytuk abba a felsőnél, és akkor elvileg bele fog férni a keretbe. Még mindig falra mászom a western cuccoktól, de az az igazság, hogy úgy vagyok vele, hogy az igazából nem fog nekem megártani. Szerintem még belefér a szoknya is. Ez a cipő, és hát ez a szandálzoknival, ez annyira nem az én stílusom, úgyhogy ezt szerintem elhagyhatjuk. Mert én amúgy is csizmát szoktam hordani ezekhez is, meg van már a világon sportcipő és egyebek, úgyhogy ez annyira nem fog földhöz vágni engem, hogy nem váltom ki ezeket. Amúgy azt figyeltem meg, hogy így időközben így arra jövök rá, hogy a... most hol van ez? Amikor akarom kirakni a szettet, akkor jövök rá, hogy itt valami nincs rendjén, és általában az szokott lenni belőle, hogy ugatnak a kutyák kint, és nem tudom, hogy miért.
Oké, ez megvan. Hol a sapka? Elkutyultam a sapkákat. Vagy nincs is hozzá sapka. Hát jó. Akkor most már értem, hogy miért maradt ennyi zsetonom. Szóval visszatérve, amíg akarom kikotorni a szetteket, és vannak ugye holmik, amik hiányoznak belőle, akkor szoktam rájönni igazán, hogy mekkora hiba volt, hogy nem váltottam ki, mert amiket én utólag hozzápakolgatok, az nem biztos, hogy annyira jó. De ezzel úgy vagyok, hogy ezt a büdös életben nem fogom használni. Tehát inkább tényleg csak azokat szedegetem ki, amiről tudom, hogy biztosan használni fogom. Ezekhez meg szerintem tök jó egy fekete póló, valami csizmával, meg esetleg valami a lovaglós isakkal, vagy ilyesmivel. Szóval szerintem egyébként az a legjobb megoldás. Vagyis hát az én olvasatomban aztán kinek mi. Hát én így gyűjtögettem azért cuccokat, legalábbis igyekeztem arra törekedni, hogy minél hasznosabban töltsem el az időmet, a szellemért, a tereplovas ösvényem, és arra jutottam, hogy meg kéne vásárolnom azért ezt-azt, amit így tudom, hogy szeretnék, mert van egy ilyen lilás szett, most fejből meg nem mondom egyébként, hogy mi a neve, de majd mindjárt megnézzük, megmutatom. Ezeket mind a tereplovas ösvényről szedegettem össze, nem sok sikerrel, mert egyébként több is lehetett volna. Azért nem lett több, mert rájöttem, hogy nincsen annyi időm se, amennyivel ezt be tudom szerezni. Úgyhogy tényleg megint csak úgy vásárolgatunk, ahogy szoktam, hogy hát lesz, ami lesz. Aztán a maradékot majd megvesszük, bármi is legyen az. Oké. És azon gondolkodtam, hogy megvenném a szoknyát is ehhez az alkonyszány szethez, mert itt tulajdonképpen csak az nincs meg. Meg a cipő. Meglátjuk, hogy jövünk ki pénzügyileg, mert egyébként meg tudom oldani más fajta módon is. Nézegettem egyébként ezt a szettet, amit ehhez a Dark Core pacihoz kaptunk, de az az igazság, hogy nem tetszik annyira, úgyhogy így el is engedtem a sztorit viszonylag hamar. És hát elég szarul állunk amúgy, amilyen pénzügyi dolgokat tekintve. Kegyetlen királynő szett, igen. Na, ez az, ami nekem kell. És hát szeretném is megvenni. Kérdés, hogy sikerül-e? Azért én itt tényleg így több-kevesebb sikerre próbáltam összeszedegetni mindenféle cuccot. Már csak azért is egyébként, mert kíváncsi voltam rá, hogy megéri-e a belefektetett időt és energiát, úgyhogy most mindjárt le is teszteljük egyébként. Gondoltam, hogy valami rendszer alapján megpróbálom könnyebbé tenni a saját dolgomat, hogy esetleg úgy vásárolgatni, hogy tényleg megérje. És hát az lett a végeredmény tulajdonképpen, hogy semmi nem segít. Tehát kénytelen vagyok kőkeményen fizetni azért, hogy meglegyenek a kis cuccaim. De hát úgy vagyok vele, hogy igazából jobb híján ez is megfelel. Úgyhogy most csak így ész nélkül elkezdem bedobálgatni a lóvét, és akkor majd meglátjuk, hogy egyáltalán, hogy mit fogunk tudni kiszedni ebből. Aztán, hogyha nem sikerül, akkor így jártunk. Akkor a maradékot kipótoljuk egy kis Starcoinnal. És azt nézem, hogy még a nadrág az, ami ilyen kicsit ilyen hát problémásabb. És próbálok itt valami logikát összerakni, hogy mi alapján kellene, mert arra már rájöttem egyébként, hogy nem szabad ész nélkül dobálgatni, tehát gondosan végig kell venni így fejben, hogy egészen pontosan mit is szeretnénk első körben vásárolni, mert tényleg nagyon sok melón van benne, és tényleg szart sem fog érni, tehát hogy én most kezdem már azt látni, ahogy így dobálgatom be a kis lóvémat, hogy igazából ez gyakorlatilag egy pixellóvas játékban lószart sem fog érni, úgyhogy kénytelen vagyok bevetni majd a nagy ágyúkat, mert úgy néz ki, hogy ez nem kimondottan a célra vezető. 1250, akkor ez még bele fog férni.
Na lássuk, akkor mit tudunk venni ebből. Van egy 8500-as nyeregalátétünk, meg egy csizmánk, hát akkor legyen előbb a csizma. Na most légy okos, domonkos. Hát azt nézem, hogy ebből már nem sok mindent fogunk tudni csinálni, mert ez így sajnálatos módon kevés lesz. Na igen, ilyenkor szokott jönni a legnagyobb bánatom, mert most el kell dobnom egy 10-es fényt. De hát mindegy. Ha ez dobta a gép, akkor ez dobta a gép. Azt mondja, hogy az lesz szerintem, hogy így fogjuk csinálni. Ezt egyszer megveszem. Hol van? Itt van. Ezt közben ide teszem, mert itt csak kevésbé zavar. Tehát 4 cuccunk van eddig. A lábvédőt meg a felsőt már megvettem, szóval azt nem is kell itt majd keresnünk, mert az megvan. És közben azt nézem, hogy túltekertem. Jó. Mi kell még nekünk? Kell egy kantár, egy csizma, egy kesztyű, meg egy sapka. Jó. Na, akkor most jönnek még itt a maradék cuccaim. Ez is 2005. Oké. Azt kell mondjam, hogy így azért már jobbak vagyunk egy kicsivel. Egyébként marha drága, tehát én továbbra is azt tudom mondani, hogy mocskosul drága. És most leszek bajban, de nagyban. Na mindegy, megoldjuk valahogy. Akkor, hogy teljes legyen a lovoneszet, akkor ezzel igazából be is zárult a kör, ami a lovász cuccokat illeti, és akkor most már tényleg csak egy csizma, egy kesztyű és egy kobak kell. Fényt amúgy még tudnék összeszedni, hogyha nagyon muszáj lenne, de most már nem akarok vele szórakozni, mert tényleg nem sok időnk van az egészre. Úgyhogy tényleg segítségül kell hívnom ezeket. És azt nézem, hogy nem is fog kijönni. És persze most megint az van, hogy 1400 shillinget dobhatok ki a francba, mert hogy nem működik a sztori. De mindegy, így jártunk. Lássuk csak. Jó. Na mindegy, akkor megvesszük előbb ezt. Most már csak arra megyek, hogy melyik kerül több SC-be, mert... Mert akkor azt nekem nem kell megvennem. Vagyis akkor csak azt az olcsóbbat kell megvásárolni. Megvesszük a kobakot. Hát azért ezt még beadogatom. Azt már úgyis SC-re kell megvennem valószínűleg. De nem baj egyébként, mert most legalább van. Az a rosszabb, amikor nincs. Erre már rájöttem. Az sokkal rosszabb, amikor nincs. Na, hát jó. Sajnálatos módon amúgy kifogytunk, úgyhogy kénytelen vagyok ezt az utolsó darabot már Starcoinra megvásárolni, de egyébként semmi gond, mert ennyit bőven rááldozok egyébként, mert ez most nem volt olyan egetrengetően nagy összeg. Valahol itt kell lennie a felsőnek, mert azt is eltettem külön, tudván, hogy meg fogom vásárolni az egész szettet. És elvileg meg is vagyunk vele, különben ehhez a lóhoz szerintem kimondottan passzol, úgyhogy mindjárt át is vedlek. És mindjárt masni az nincsen hozzá, ha jól láttam, úgyhogy... Azt most végül is így szerintem el is engedhetjük, illetve átcserélem majd a kis tököcskét egy másik tökre, amit idén kaptunk, főleg, hogyha megtalálom. De amilyen rohadt fasza vagyok, szerintem egy másik lovon felejt. Nem, itt van. Na, tökéletes. Hát most mondjátok, hogy nem jó. Most pedig már csak meg kéne keresnem, hogy hova dugtam el azt az invédőt, amit... Ez a szethez megvettem. Sőt, amilyen ökör állat vagyok, lehet, hogy valahova ide. Megvagy. Na, hát ím.
Tulajdonképpen a véres verejtékkel megspórolt pénzemet elköltöttem egyetlen egy szetre, pedig aztán tényleg rengeteget szoptam vele. De hát mindegy, ez jutott. Nem baj. SC költésre lehet majd még számítani, vagy, ja igen, mert még lógok egy-két lóval, csak egyelőre még nem tudtam nevet választani nekik, mert itt a halloweeni lovakat azért majd még elintézem, legalábbis reményeim szerint. Úgyhogy azzal még majd szerintem érkezem. És hogy megérte a belefektetett időt, hát most erős gondolkodnom kell azon, hogy mit válaszolok, mert tényleg rengeteget kellett szórakoznom vele. Az igaz, hogy az utolsó egy héten már nagyon keveset voltam fönt, és nagyon keveset gyűjtögettem, de az első két hétben, amit végig szívtam, ez napi több órát jelent egyébként, könnyen voltam, mert szabin voltam, azért az elég sok időt vett igénybe. Most ahhoz képest egyébként, mondjuk lehetett volna rosszabb is, de szerintem megint csak az van, hogy rengeteg időt öltem bele, és egyetlen egy nyomorult szettet sikerült vennem, amiben igazából még fénygyűjtögetés is volt, amit korábban kezdtem el összeszedni, tehát tulajdonképpen rengeteget kell szívni azért, hogy egyetlen egy nyomorult szettet kigyűjtsünk. Most én még mindig gondolkodom, hogy az alkonyszárny szethez megveszem a csizmát meg a szoknyát, de hát azt már nyilván kénytelen leszek majd SC-re megvenni, de azon még gondolkodom, mert hál' Istennek még egy nagyon-nagyon minimális időm van rá, hogy eldöntsem, hogy ez nekem kell-e vagy nem, miután ugye jövőre lesz már csak bent legközelebb, már amennyiben ugye bent hagyják, de hát azért reménykedem benne, hogy igen. És hát így összegezve a dolgot, mármint most így a Halloween-nal kapcsolatban, én imádtam egyébként, kéne egy ilyen egyébként számláló, majd komolyan mondom, a legközelebbi videóban majd bejátszom, hogy hányszor mondom. Mondatonként háromszor, de nem baj, elbírjuk. De így, hogy kihagytam a tavalyi évet esemény szempontjából, szerintem számomra sokkal élvezhetőbb volt, mint azok számára, akik ugyanannyi ideje játszanak, mint én, és viszont minden eseménykor itt vannak. De ez nyilván csak az én véleményem. Én nagyon élveztem, mert azért én nagyon sokszor mondom is, meg így hangoztatom, hogy talán ez az egyik kedvenc, sőt, talán a legkedvencebb eventem, és szerintem ez így is fog maradni egyébként. Valószínűleg azért, mert tényleg ez egy ilyen külön világ, egy külön időszak, és sokkal stílusosabban csinálják meg, mint a többi eseményt. Lehet, hogy ezt teszi, lehet, hogy azért, mert ez egy kicsit ilyen sejtelmesebb, ijesztősebb, nem tudom, tehát, hogy valahogy így hozza magával ezt az élményt, és minden évben így vagyok vele egyébként. Tehát, hogy tényleg nekem ez a kedvencem, nekem ez való, kész. De szerintem egyébként még sokan mások vagyunk így vele. Most a következő ilyen nagyobb eseménysorozatunk szerintem majd a téli rész lesz, amire egyébként nagyon kíváncsi vagyok, már abból a szempontból, hogy most mit sikerül elkúrni rajta, meg mi az, ami ilyen örökzöld, ami minden évben tök jót megy. Aztán majd meglátjuk. Nos, srácok, köszönöm, hogy itt voltatok. Érkezem majd még egy lóvásárlással, mert azzal el vagyok maradva, csak egyelőre nincsen névötletem, úgyhogy majd megpróbálok valamit így kikukázni annak a két szegény állatnak, ami még vásárlásra vissza van nálam. És akkor azzal még érkezem, és hát akkor sajnos azzal le is zárul majd a Halloween. Szép volt, jó volt, sajnos vége van, én azért még el tudnám viselni egy pár hétig, de mindegy, elbúcsúzkodunk tőle, aztán jövőre ugyanitt, ugyanekkor. Köszönöm, hogy be nem tartottatok, további szép napot kívánok nektek. Sziasztok!